Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a fékezésről és a gyorsításról szeretnék beszélni itt a Modell Vasúti terepasztalommal kapcsolatban. Ugye egy nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, hogy miért olyan fontos ez a dolog. Hát szerintem azért fontos, mert nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy lehetőségekhez képest élethű üzemet tudjunk létesíteni a kis szerelvényeink megfelelő sebességgel történő gyorsításával és lassításával. Ebben a videóban, mivel ugye nekem egy digitális terepasztalom van, ezért a digitális rendszeren keresztül fogom megmutatni, hogy egy ilyen viszonylag egyszerű dolog, mint a gyorsítás és a lassítás megfelelő beállítása, illetve ennek megtanulása, ez hogy tud hozzájárulni ahhoz, hogy élethű üzemet tudjunk a terepasztalunkon létesíteni. Tartsatok velem a videóba, és nézzük meg jobban ezt a témát. Először kezdem a szerintem legegyszerűbb dologgal, azzal, amikor egy kézi vezérlő segítségével mi vezéreljük kézzel a szerelvényeket. Milyen buktatói lehetnek ennek a dolognak, gondolná az ember, hiszen ugye viszonylag egyszerű a történet, itt a kézi vezérlő gombjának az eltekerésével tudom szabályozni azt, hogy akkor a mozdony milyen sebességgel haladjon. Ugye ezek a kézi vezérlők úgy működnek, hogy itt hasonlóan, mint egy FZ1-es régi trafónál, ugye valahova eltekerjük, és akkor a mozdony azzal az adott sebességgel fog menni, ami ahhoz a sebességparancshoz van társítva. Azonban nem mindegy, hogy hogy jut el odáig az az adott mozdony, illetve amikor visszatekerjük nullára a kis kézi vezérlőnek a kontrollerét, akkor hogy fékez. Az analóg modellekkel ellentétben a digitális dekóderek tudnak egy nagyon hasznos funkciót, mégpedig lehetséges a legtöbben állítani a gyorsulás és a lassulás mértékét. Ez általában a CV3-as és a CV4-es regiszterekben van eltárolva, ugye ez a standard, és ez adja meg azt, hogy az adott jármű mennyire agresszívan reagáljon a kézi vezérlő tekergetésére, mennyire direkt legyen a gyorsítás, és mennyire direkt legyen a lassítás. Ehhez érdemes hozzávenni azt is, hogy maguknak a járműveknek is ugye van egy adott tehetetlensége, ugye a mozdonyban levő lentkerék az ad a mozdonynak egy adott lendületet, tehát hogyha analóg üzemmódban is hirtelen elveszük az áramot a pályáról, akkor a lentkeréknek köszönhetően nem azonnal áll meg a mozdony, hanem egy kis kifutással. Gyorsításnál viszont annyira nem jelentkezik ez a tehetetlenség, ott, hogyha analógba csináljuk azt, hogy hirtelen ráadunk mondjuk 12 voltot a pályára, akkor a mozdony az mind a mérgezett egér kilő magától teljes sebességgel. Digitális terepasztalok esetén, illetve digitális rendszerek esetén viszont van lehetőségünk arra, hogy még nagyobb tehetetlenséget állítsunk be, egy picit szimulálva azt, hogy ezek a mozdonyok azért a való életben azért egy elég nagy súllyal rendelkeznek, és ebből adódóan elég nagy tehetetlenségük van, mind ugye gyorsítás, mind ugye lassítás oldalán. Hogyha belegondolunk ugye a fékutak, ugye nagyvasúti mértékekbe, 3, 4, 5, 600 méterek is tudnak lenni, ugye nyilván sebesség függvényében, és elindulásnál is több száz méter szükségeltetik ahhoz, hogy az adott jármű, az adott szerelvény az felgyorsuljon a megfelelő sebességre, tehervonatoknál még több. Hát minek ezzel foglalkozni, minek ezt a két értéket változtatgatni, hiszen majd én a kis kézi vezérlőmmel én majd elkezdem itt tekergetni, és akkor olyan szépen gyorsítok, szépen lassítok, ahogy én gondolom. Alapvetően ezekkel a manuális, illetve fizikai gombbal rendelkező kis kézi vezérlőknél igen, nagyon jól meg lehet ezt oldani, hogy az ember fogja, és akkor szépen lassan elkezdi tekerni, és akkor közben figyeljük, hogy hogy gyorsul a mozdonyunk. És ugyanez igaz a lassulásnál is, a megállásnál is. De viszont ugye manapság elég elterjedtek ugye a különböző digitális megoldások, például a ROCCO Z21-es applikációja is, ahol ugye a érintő képernyőn fizikai visszajelzés nélkül található egy kis felület, amin csúsztatgatjuk a kis ujjunkat, és akkor ő úgy gyorsítsa, lassítsa a vonatot. Ezzel az a probléma, hogy nekem sose sikerül olyan szépen finoman elindítani vele a szerelvényeket, mint amilyen szépen mondjuk el lehet indítani egy régi ROCCO egérrel. Úgyhogy itt például már van egy olyan pont, ami miatt érdemes foglalkozni azzal,
hogy a CV3-at, ugye, ami a gyorsulásra vonatkozik, és a CV4-et, ami a lassulásra vonatkozik, egy picit megnöveljük. Természetesen vigyázni kell vele, mert hogyha túl nagy értéket adunk meg, akkor olyan idők fognak eltelni, míg a mozdony fölgyorsul vagy lelassul, hogy az rontja el a játékot, de egy megfelelő értéket, hogyha belövünk magunknak, nyilván kísérletezések során, akkor azért nagyon sokat tudunk javítani azon, hogy akár egy tabletes vezérlés esetén mennyire finoman induljanak és gyorsuljanak a járművek. Kiváltképp fontos ez akkor, amikor hangdekóderes mozdonyokról beszélünk, hiszen hogyha túl kicsire állítjuk ezt az értéket, és ugye hirtelen nagyobb sebességfokozatokra ugrál a mozdony, akkor nagyon fura dolgok tudnak történni, ugye nem lesz olyan szép sem a gyorsítási, sem a fékezési hangja se a járműnek, mint amit egyébként várnánk tőle, vagy mint amit mondjuk egy ilyen kézi vezérlővel tudunk tekergetni. Egyébként nekem az a tapasztalat, hogy a kézi vezérlő esetén is nagyon hasznos tud lenni az, hogyha egy picit magasabbra állítjuk a gyorsítás és a lassítás értékét is. Nekem a Digitools decoderek esetén egyébként az jött be kézi vezérlésnél, hogy a gyorsulást azt ilyen 25-28 körüli értékre veszem, a lassulást az pedig ilyen 12-15 körülire szoktam állítani. Ez már akkor, hogy nagyon szépen elsimítja azokat a kis apróságokat, amiket mi is ugye a kezünkkel apró egyenletlenségeket tudunk csinálni, illetve ugye az applikációnak a kicsi darabos gyorsítását is nagyon szépen kisimítja. Nézzünk is meg egy példát, itt van a kis mozdonyunk, egy V43-as egy szerelvénnyel, és akkor mindjárt be is mutatom, hogy nagyon alacsonyra vett CV értékkel hogy viselkedik. Látható, hogy alacsonyra vett CV értéke, nagyon durva a gyorsulás és a lassulás is. Egy picit magasabbra vett CV értékkel sokkal finomabban gyorsul, illetve sokkal finomabban lassul a mozdony, de még mindig kezelhető marad az egész, tehát nagyon szépen, precízen meg tudjuk állítani ott, ahol szeretnénk. A számítógépes vezérlés egy külön más világ. Itt alapvetően például a train controllernek a használati utasítása azt írja, hogy vegyük minél kisebbre a mozdonyoknak a CV3 és CV4, tehát a gyorsulás és a lassulás értékeit, és hagyjuk, hogy a program vezérelje ezeket a kis gépeket. Na most a probléma ezzel az, hogy nekem az lett a tapasztalatom ebből, hogy nagyon sok esetben a mozdonyok nem fognak szépen elindulni, kicsit darabosan indulnak, és nagyon darabosan tudnak megállni. Nekem akkor tűnt fel először ez a dolog, amikor hangdekóderes mozdonyoknál a fék hangot kezdtem el figyelni, hogy nem egyenletesen szépen jött meg a hang, hanem hallatszódott az, hogy darabosan érkeznek ugye a kis sebesség parancsok. Ennek apropóján bele is néztem, a Railcomon keresztül van lehetőségünk arra, hogy monitorozzuk egy adott mozdonynak a sebességét, azt, hogy konkrétan hányas sebesség parancsot kap, és belenéztem, és bizony azt találtam, hogy fékezésnél is és gyorsításnál is nagyon recésen, darabosan gyorsítja, illetve lassítja őket maga a program. Két probléma adódik ebből. Az egyik az az, hogy sok esetben túlfékezi a szerelvény, tehát jóval a kiírt megállás, illetve lassulási pont előtt már ő túl lassít, és onnantól kezdve ugye nagyon alacsony sebességgel oda megpróbál előre kúszni. A másik pedig az, hogy a hang, ami a hangdekóderes mozdonyokból jön, szintén nem lesz túl szép, sem gyorsításnál, sem lassításnál. A túlfékezésnél még van egy érdekesség, mégpedig az, hogy magába a programba, amikor bekalibráljuk a mozdonyt, és fölismertetjük vele azt, hogy milyen sebességgel tud menni. Ugye erről csináltam egy külön hosszabb videót, hogy hogy kell bekalibrálni a mozdonyok sebességét. Akkor a kalibrációban van egy olyan lépcső, ami azt adjuk meg, hogy mekkora a mozdony tehetetlensége.
fake kompenzációnak hívják ezt a menüpontot. Viszont a fake kompenzációt azt terhelettenül mérjük, úgy, hogy a mozdony önmagába mennyi idő alatt tud lelassulni. Viszont a terepasztalon nem terhelhetlenül közlekednek a mozdonyok, hanem mögéjük van akasztva 1, 2, 3, 4, 5, 6 kocsi is, amikből nagyon változó járművek kerülhetnek be, valamelyiknek nagyobb a menetellenállása, valamelyiknek kisebb, és ezek bizony nagyban befolyásolni tudják azt, hogy a mozdony milyen tehetetlenséggel fog közlekedni, milyen tehetetlensége lesz, hiszen a program az ugye egy üres, terheletlen tehetetlenséget vesz alapul, és hogyha több kocsi van mögé akasztva, akkor ők fékezőek hatnak föl a mozdonyra, így ezért a legtöbb esetben szerencsére inkább túlfékezés fog bekövetkezni, ami azt jelenti, hogy jóval hamarabb fog lelassulni a mozdony, mint ahogy azt várnánk, és akkor az fog történni, hogy szépen megy, lelassul, és az utolsó akár 20-30 centit is ezen a vánszorgós minimum csurgási sebességén fogja a stop szakaszig megtenni. Ezt nem feltétlenül ugye szeretnénk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy itt a fékezésnél is a CV4-es érték ez megfelelően be legyen állítva. Nem szabad minimumra venni, mert nem lesz jó, viszont nem szabad túl nagyra se venni, mert akkor pedig az fog történni, hogy túl fog futni a mozdonya az adott lassító szakaszon, és hát esetleges bonyodalmakat okozhat mondjuk egy váltókörzetben megálló szerelvény. Én ezt a dolgot tapasztalati úton állítgattam itt be a szerelvényeim esetébe. Jellemzően olyan 12 és 18 közötti értékekkel szokott jól működni a dolog. Ilyenkor azt csinálom, hogy a megadott hosszúságú szakaszon, mondjuk egy 55 vagy 60 centis szakaszon, elkezdem nézni azt, hogy mondjuk teljesen lenullázott értékről, szépen egyesével elkezdem növelgetni a CV értékét, és megnézem, hogy hol van az, amikor teljesen centiméterre ott jön ki a fékezés, mindahol ki kéne jönnie. Tovább nem megyek, jellemzően ilyenkor, hogyha egyel vagy kettővel fölé állítom, akkor már elkezdenek túlfutni a szerelvények a stop szakaszon is. Nézzük is meg, hogy a train controller az hogy fékez. Akkor, hogyha minimumra van véve a CV4-es érték. Jön a szerelvényünk, belép ugye az adott vágányra, elkezd számolni ilyenkor a program, leszámolja a megfelelő host, majd ugye bekapcsol a fékező szakasz, itt 55 cm van megadva a szerelvénynek, és hoppá, itt azt látjuk, hogy ahelyett, hogy szépen folyamatosan csökkenteni le a szerelvény sebességét, egyszer leugrik egy picit, még egyszer leugrik egy picit, és bum, már ott a stop szakasz, és megállítja a szerelvényt. Tehát nem az történik, mint amit a programnak a kézikönyve ír, hogy ott interpolál, és szépen fokozatosan lassítja a szerelvényt, hanem két nagyobb hullámba lassítja le a szerelvényt. Ha bekapcsoljuk hozzá a hangot, akkor azt fogjuk hallani, hogy a fék hang, jön egyszer egy fék hang, amikor hirtelen egyszer nagyot ugrik, majd utána semmi, és utána megint egy fék hang. Na most ezt szeretnénk elkerülni, látszik, hogy eléggé szakaszosan dolgozik ugye maga a program. Magát az interpolációt egyébként a dekóderek végzik, tehát az látszik, hogy ők ugye megkapják azt az alacsonyabb sebességparancsot, utána szépen leszámolja magának, majd utána megint leszámolja magának, amikor megkapja a következő alacsonyabb sebességparancsot. Nézzük meg ugyanezt a lassítást, úgy, hogy magasabb értékre állítottam a CV4-est. Jön a szerelvény, belép ugye az állomási vágányra, beüti a foglaltságot, elkezdi számolni ugye a centimétereket, majd jön a lassító szakasz. A program ugyanúgy kiküldi ezt a két durva lassító sebességparancsot, tehát visszaveszi a sebességet, viszont ahogy látjuk, a szerelvény sokkal finomabban lassít, és nem fékezi túl magát, nagyjából egy pár centivel ott a stop szakasz előtt lassul le ugye a kis kúszási sebességére, majd beüti a stop szakaszt, és szépen lassan megáll. Nézzük akkor a gyorsítást. Először ugye itt is a minimumra vett CV3-as értékkel fogjuk ezt a procedúrát végignézni. Megkapja a szabad jelzést a mozdonyunk, és elkezd gyorsítani.
Ami látszik, hogy itt is hullámokba történik a gyorsítás, ugye ahogy látszik ott a kilométer óráján a kis mozdonykának, hogy így fölugrik, vár, fölugrik, vár, fölugrik, vár, és ilyen hullámokba lehet látni, talán egy valamennyire átadja itt a videó is, hogy ilyen hullámokba gyorsul a mozdonyunk, ahelyett, hogy szépen egyenletesen gyorsulna. Fölvettem ugye a CV3-as értéket egy picit magasabbra, most ilyen 25 körülire, és nézzük akkor meg most, hogy gyorsul. Látszik, hogy a program ugyanúgy adja fölfele ezeket a kis szakaszos, darabos sebességparancsokat, viszont mozdonyon is látszik a mozgásán, hogy sokkal egyenletesebben, finomabban gyorsul ezzel a beállítással, mint a korábbi beállítással. Összességében én azt mondom, hogy érdemes ebben a dologban szerintem inkább egy picit magunkra hallgatni, és hogyha olyat látunk, és tényleg ilyen számítógép vezérelt asztalunk van, hogy nem szépen, nem egyenletesen gyorsít a mozdonyunk, akkor a gyorsítással mindenképpen nyugodtan lehet egyébként magasabb értékeket is megadni, hiszen itt ugye gyorsítás közben nem kell attól félni, hogy a szerelvényünk túl fog futni valamin. Jellemzően egyébként ilyen 25 és 30 közötti értékek szoktak jók lenni, ugye a digital decoderekről beszélek. Lassításnál viszont itt néhány próbával meg kell magunknak mérni azt, hogy mi az a maximális érték, amit be tudunk állítani anélkül, hogy esetleges túlfutások keletkeznének. Ami még fontos, hogy a terepasztalunkon érdemes ugyanolyan hosszúságú lassító szakaszokat használni. Ugye mit értek ez alatt, hogy ugyanolyan hosszúságú lassító szakasz? Terepasztalon ugye van itt az állomásomon ugye kétfajta vágány. Van ugye az első vágány, ahova egyenesbe mindenféle sebességkorlátozás nélkül be tudnak járni a szerelvények, illetve van a többi vágány, ahova ugye valamilyen sebességkorlátozás, vagy egy csökkentett sebességgel jellemzően járnak be. Na most a csökkentett sebességű vágányoknál mindegyiknél egyfajta fékút távolság van megadva, 50-55 cm, a másik vágánynál, az első vágánynál ott pedig 90-95 cm van megadva. Ugyanezek a hosszok vannak megadva lent a rejtett tárolón is, hogy ugyanakkor a sebességről a mozdony ugyanannyi idő alatt áll meg nagyjából, a dekóderbe is ugye ezek a lassulási értékek állandóak lesznek, tehát ő is minden esetben, hogyha 55 cm-ön akarjuk megállítani, akkor a train controller is úgy számol, és hogyha itt fönn megállt 55 cm-en, akkor lent is meg fog állni 55 cm-en. Nagyjából ennyit szerettem volna itt dióhéjban elmondani a témáról. Nem egy egyszerű dolog, amilyen egyszerűnek látszik, egyébként annyira bele lehet menni tényleg így nagyon a részletekbe. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy szoktátok megoldani ezeket a dolgokat, ti hogy vezérlitek a vonatokat, akár kézzel, akár ugye számítógépes vezérlés esetén, illetve hogy ti mit tapasztaltatok, hogy mennyire érdemes elmenni ezeknek az értékeknek a változtatásával. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!